Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy napi horoszkóp, illetve ez a felvétel 3 napra szól. Május 22-ére, május 23-ára és május 24-ére. Én összefoglaltam, hiszen ezekben a napokban az energia nagyon hasonló. Az indiai asztrológia szerint a hold a vízöntő jegyében mozog. A hold mozgása kihat az érzelmeinkre, kihat a napjainkra is. A hold a Danista holdházban található. Ez a holdház utal a változásokra, a megújulásokra, a transformációra. Itt változik valami, lesz nyereség, vagy az is lehet, hogy eléred a céljaidat, hiszen itt megvan ez az alkimisztiai process, tehát javul a helyzet, mégpedig abba az irányba, ahova most te tekintesz, amit te elérni szeretnél. Itt megvannak most a lehetőségek. Ami bennünket illet, a külsőnket, a fellépésünket, a környezetünket, itt vannak most korlátozások. Az is lehet, hogy valaki kritizál bennünket, beleavatkozik az életünkbe, tehát itt fontos azt, hogy ezt is észrevegyük, és olyan legyen a fellépésünk, ahogy mi ezt szeretnénk. Ami a párkapcsolatot, a szerelmet illeti, itt vannak lehetőségek, lesz közeledés, megvan a szerencse, és élheted az álmaidat. A napokban van egy energiai befolyás, ami az otthonunkat illeti. Itt lehetnek változások, hogy valamit megváltoztatsz az otthonodban. Ez lehet egy nagyobb változás is, mint például egy költözködés. Itt lesz egy szerződés, vagy egy hír, ami fontos lehet számodra. Az is lehet, hogy valaki jelentkezik, és szeretne meglátogatni téged. Mint mondtam, a hold a vízöntő jegyében van, és ehhez is van egy történet. Volt egy pásztor fiú, egy nagyon szép fiatal fiú, és Zeus, ez a fő isten észrevette ezt a szép pásztor fiút, és oda küldte a sas madarat, hogy hozza el az ő hatalmába. Így került Ganimed az istenek környezetében, és ő öntötte ki a vizet, vagy a bort, vagy valamit, tehát ő volt tulajdonképpen a pohárnok. És ez a víz szimbolizálja tulajdonképpen az ifjúságot. Mielőtt Ganimed ide érkezett volna, előtte Héze volt itt ezen a területen. De Héze az férjhez ment, és így Ganimed átvette ezt a helyet. Tehát önti ki ezt a vizet, ami arra utal erre az örök ifjúságra. És mivel megvolt nála ez a szépség, ez a fiatalosság, ez a tehetség, így megjelenik a csillagképen, és szimbolizálja a vízöntő jegyét. Nem csak ebben a mitológiában, a klasszikus görög mitológiában jelenik meg, hanem a szumeroknál és a babilóniaiaknál is. Ott Etana volt az a fiatal szép férfi, ez a pásztor fiú, aki elérte ezt a célt, ezt a lehetőséget, hogy ő is ez a pohárnok legyen. Mielőtt elfoglalta ezt a helyet, ő álmodott erről, és ezt az álmot azt rábízta a sas madárra. Ez a sas madár szintén egy csillagkép, ott található a vízöntő közelében. Tehát van itt egy ilyen összefüggés. És
Én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!